Jó estét kívánok! A KDNP frakcióvezető helyettese szerint újabb szervezett támadás indult Magyarország ellen, amiért a magyar kormány kimondta, nem csak liberális demokrácia létezik. Vejkei Imre azt mondta, az aggódó híreket a liberális aktivista csoportok és az őket támogatók teszik közzé. A kormánypárti politikus szerint ezek csak szirénhangok, de valóságtartalmuk nincs. Amerikában viszont nem így látják. Pár nappal ezelőtt Kim Lane Shapley, amerikai alkotmányjogász azt hangsúlyozta nekem, hogy a tavaszi választások óta változást érzékel a nyugati sajtóban és a politikai állásfoglalásokban, ugyanis bár a magyar választásokat ugyan szabadnak, de nem tisztességesnek tartották. Így hát még az előző 4 évben a magyar ügyek mérlegelésekor egyforma súllyal adtak teret a magyar kormány érvelésének és a kormány kritikus álláspontoknak. Ma már szinte általános vélekedés, hogy a magyar demokrácia súlyos veszélyben van. Ezt pedig maga Orbán Viktor miniszterelnök erősítette meg a világ számára tusványosan. A szavait, az új magyar irányt pedig itt csupán komolyan vették. Amit Obama elnök mondott, semmiben nem különbözött az itt tusványos óta megjelent legtöbb véleménytől, a politikai spektrum minden oldaláról. A centrista Washington Post és a liberális New York Times ugyanezt mondta. A konzervatív Wall Street Journal pedig egyenesen azért bírálta Obama elnököt, hogy nem szólal fel elég keményen Magyarország ügyében. De akár John McCain, republikánus korábbi elnökjelöltet, szenátort is említhetném, aki Budapesten mondta azt még januárban, hogy a magyar demokráciával kapcsolatos aggodalmokat komolyan kell venni. Amit tehát most Obama vagy Clinton elnök mondott, olyan általános közvélekedést fejez ki, amelyet már nagyon nehéz kimagyarázni a szokásos Soros György liberális összeesküvés tengely állítólagos ármánykodásaival.